Sziasztok! Üdv innen az Electrobikerből! Ma egy izgalmas napot fogunk kezdeni, mert mit is csinálunk ma? Kibontjuk ezt a dobozt. Kibontjuk ezt a dobozt, de miért is ilyen izgalmas egy doboz kibontás? Hát azért, mert ebben egy új motor van, egy olyan motor, ami természetesen elektromos, mert hát mi más lenne itt az Electrobikerben, de nem a megszokott motor ez igazából, amivel itt az Electrobikerben már sokszor találkozhatatok volna. Nem Surron van benne, hanem egy teljesen számunkra új márka, vagy egy újabb márka, ami ide is föl van írva, hogy BHR, egy csomó ilyen kékszakasz alatt, mert ugye ez is igazából, hol is gyártják ezt? Ezt Kínában gyártják, de mi ezt a példányt ezt Európából vettük, úgyhogy itt is volt egy hét alatt. Ebben már nagyon különbözik a Surrontól, ahol fél éveket küzdünk egy szállítmányért. Ez a cég egyébként gyárt sok benzines endurót és különböző köpcenti. Különböző stílusokkal is gondolom, van vele szupermotor is esetleg a benzineseik között, vagy ezt nem is tudod? Arra most nem emlékszem, én az endurókat néztem. Endurókat nézted, és ez annak egy elektromos. Igen, ez gyakorlatilag változata. Ugyanabban a vázban van, amiben a benzinest is teszik, csak itt akkumulátor van benne, meg villanymotor. Na, hát nagyon kíváncsi vagyok. Igazából azért is érdekes ez, és azért is van itt sok próbálkozás arra, hogy mi lesz ez a következő, már a rendes endurókat idéző, vagy helyettesítő, vagy kiegészítő sporteszköz, ami elektromos lesz, de nem a Surron kategóriába tartozik, mert ugye azt tudjuk, hogy a Surron az egy nagyon, nagyon jó kis modell, már bevált, szeretjük. Egy ilyen igazából az csinált magának egy szegmenst a Surron. Mert igen, ezt a kis ez a pici átmeneti szegmenst, a igen, bicikli ezt és a motor közt. Hozza ugye a motorozás élményét, benne van az, hogy ugye nagyon könnyű, tehát a sérülést az azért eléggé minimalizálja, rá tud emiatt ülni gyerek, feleség, asszony, de te is simán ráülsz a Surronodra, mert élvezhető, igen. És olyan trükköket is tudsz vele gyakorolni, amit például én is imádok, hogy egy keréken forgás meg ilyenek, szóval jó buli. Az már megvan, oda megérkeztünk, de hát ugye kéne egy nagyobb enduro, és ugye ezt keresgéljük, hogy melyik lesz a méltó utódja. Igen. Akár a nagy Surronnak? Igen, ugye reménykedtünk a nagy Surronba, de van az egy darab, ami szerintem az országban az egyetlen, ami itt van nálunk. Én is úgy tudom, hogy nincs több. Igen, és 10 megrendelésünk van rá most. És ugye ígérték, hogy lesz a széria már tavaly éveleire, aztán tavaly tavasz, aztán tavaly ősz, aztán idén tavasz, aztán idén ősz, és még mindig nincs. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy lépünk az ügybe, hogy tudjunk adni valami jót ebben a méretben is. És itt a következő lépés, amit ma fogunk ugye kibontani, összerakni, és csinálunk róla egy kis gyors kis kört is, tesztkört itt az udvarban. Nyilván ez egy csak egy kis móka lesz, hogy egyáltalán milyen érzés, hogy milyen az első benyomás. És aztán indul egy hosszabb tesztfolyamat, ugye, hogy megnézzük, hogy mit is tud ez terepen. Mert ugye az lenne a lényeg, hogy olyan dolog kerüljön ide be a polcra, ami tényleg jó, és tényleg működik, és ki van próbálva. És ugye erre most túl sok más adatunk feltétlenül nincsen, láttunk már a videót. Láttuk ezt az egy-két videót, ott jól nézett ki. Ahol jól néz ki, jól megy. Ígéretes gép, mert például ugye váltó és kuplung is van rajta. Így van, tehát lábfék is van rajta. Lábfék, tehát ez már nem az ma, mint a másik Surronnál, hogy átülsz, ezt órákig csak azt keresed, hogy egyáltalán hogy tudsz vele menni úgy, hogy ne hibázz be amiatt, hogy belekuplungolsz a hátsó fékbe. Vagy a kanyarba tudod. Vagy a kanyarba keresd pont annyi idő megkeresni a nem létező lábféket, hogy elmész egyenesen. Így van, és ezért nem tudsz egyből egy olyan jó élményt esetleg szerezni rajta, amit egyébként szerezhetnél, ha minden ugyanúgy lenne, mint egy rendes motoron. Igen, ezen elvileg minden ugyanúgy van. Szuper! Nyissuk ki! Kíváncsi vagyok! A hátsó egy nagyon jól néz ki, ez egy eloxált, elég jól kidolgozott cucc, BHR emblémával. Csinos dolgok itt, a dizájn az azért nagyon rendben van. Ugye 18-as hátsó kerék, ami jó, igazi endurós méret. A 110x110-es gumi az nem a legöblősebb, de azért azt ne felejtsük el, hogy nyilván egy elektromos motorról van szó, ahol maga az energiával való spórolás azért valamilyen szinten szempont, és itt ugye a nagyon nagy gumik nem feltétlen segítenek, azok azért sok energiát emészthetnek föl. Meglátjuk, milyen lesz.
fékkal. Vagy kuplunkkal. Várjatok! Oké. Rendező jó. Ugye ami a legszembetűnőbb most már így elsőre, hogy mi ez a tevepúfi? Mint kiderül, ez egy benzintanknak a maradéka, és ebbe van beépítve egy picit ilyen kisipari jelleggel ez a töltöttség jelző, amit majd mindjárt bekapcsolunk, de vannak már információk róla, ugye, hogy ez nem lesz itt ez a kút, tehát mert a honlapon szereplő képeken is olyan motorok vannak, amin ez a kút nincs ott, és azért finomítanak majd. Ugye rajta vannak azok a segédberendezések, amivel ez a motor forgalomképes, ennek is lesz COC papírja, és forgalomba helyezhető lesz, úgyhogy lehet vele rendesen nyomulni. Hello, hát ez... Mi van? Hát ez... Ez full koszos. Ez most hogy van ez? Gyárilag, ready to ride. Hát akkor az ilyen kis vödörben sarat, amit most te ráhánytál így. Úgy hívják, hogy sárspré, offroados terepjárosok is. Ja, amikor alibiből elmész motorozni, igen. És egyébként nem motorozni voltál, akkor ezzel kell befújni, hogy mikor hazavisszed, akkor nehogy lebukja. Aha, jó. Jó, hát a viccet félretéve ugye, kicsomagoltuk egy új motort, összeépítettük, de van ebből már egy kicsomagolt, és ki is próbált, egy egyetlen próbakörön túl van a gép. Ezzel fogunk itt most mókolni, mert ott még pár ilyen apróságot azért kéne szerelgetni, és azért nekünk is van dolgunk még ma. Úgyhogy ezt fogjuk igazából most megnézni, hogy így első blikre, így milyen érzés egy ilyen motorra ráülni, és egyáltalán menni vele egy picit csak betonon. Aztán majd jövünk később a tesztekkel, de előbb egy kicsit bemotorozzuk a gépet, megtanulunk vele egy kicsit menni, ugye minden motorral össze kell szokni, nyilván egy ilyen elektromossal, aztán végképp, nagyon. Mint hogy a Stormbee-vel is, mire a videót megcsináltuk, azért 3-4 alkalommal én gyakoroltam előtte, ott mondjuk a kuplung hiánya vett ki nagyon. Tetszeni fog, hogy itt lehet, hogy ez egyszerűbb igen. Lesz. Na nézzük! Nézzük a gépet, felvettem egy-két cuccot, hogy azért a motoros élményt hozza, azért egész más kezelni a pedálokat, meg mindent a rendes crossbakancsba. És akkor indítsuk a gépet. Már pörög is. És húzom a gázt. Nem hülye ezek szerint, és nem hagyja, hogy szétforgassam így üresen, mert amúgy a fordulatszám jelző az 12.000-ig van skálázva, nem tudom, hogy amúgy meddig tud kipörögni, de egy üresen nem hagyja, hogy szétforgass. Nézd meg, itt lebegteti ilyen 2000-nél. Ez a 2000-es hang. Tiltáson. Üresbe. Egyébként fokozat kijelző nincs rajta, csak az üreset jelzi ez az N betű. Na, lépünk neki egy egyest. Most kuplungolok egy kicsit, tök fura. De hát nyilván kuplung nélkül is elvileg ugyanúgy működik. Más a dinamikája azért, mint egy rendes endurónak. Kettesből is agresszor. Na, első benyomások. Amúgy kevésbé agresszív, mint a Stormbee volt. Kicsit fokozatosabban épül föl az ereje, tehát nincs alul az agresszív rántás, ami nem is baj, mert igaz, hogy a Stormbee-nél jól jött, mivel nincs kuplunk, és jól lehetett vele extrémezni, mert amikor rárántottál egy gázt, akkor ez a hirtelen
szinte már kezelhetetlennek tűnő nyomaték jól jött egy nagy felugrónál vagy egy nagy akadálynál, de ugye itt lesz majd a kuplung, amivel ezt meg lehet oldani, hogy egy kicsit fölpörgetem előtte, és rá pattintom, bár kíváncsi vagyok, hogy elég lesz az a 2000-es fordulat, amit ugye ad nekem üresbe fölpörögni, de hát ezek majd a nagyobb teszten fognak kiderülni. Ereje az jó, szedi a talpát, hasonló dinamizmusa van, mint a Stormbinek. Most eddig kettesbe csináltam ezeket a kis egykerekeket, meg ilyesmit, most egy picit elkezdem itt egyesbe itt így kínozni. Megnézzük, hogy milyen, hogyha itt egyesbe szórakozunk vele. Ügyes a szerkezet, nagyon szokatlan, hogy nincs hang, és akkor most már megint az ugrik be, hogy Suron önülök, vagy Stormin, vagy valami, és akkor mégis van kuplunk, úgyhogy itt komoly agymunkát kell végeznek, de tetszik. Király, megyek még. Gyorsulunk egyet, előkaptuk a Stormbreed. Én már most megmondom, hogy szerintem egyébként az erősebb. Szóval akkor nézzünk egy kis Stormbreed összecsapást. Jó lesz, kíváncsi leszek. Számolok vissza. 3, 2, 1 és rajtra fogunk jönni. 3, 2, 1, rajtra! Nagyon jó ez a kis gép. Kicsit hosszabb beszámolóval jövünk később. Kicsomagolás, első benyomások. Ez egy igazi motorforma, ez egy igazi motorérzést adó gép. Ezzel a kuplunggal, ezzel a fékkel elég jól ment, mert minden egyből. Nem kellett ezt a szokásos áthangolódást megcsinálnom, amit a kuplung nélküli Stormbinél vagy akár Lightbinél kell. Viszont nyilván nagyon-nagyon más, hogy épül föl az ereje, mint egy rendes endurónak, bár hozzáteszem, nem áll tőle távol, de hogy nincs hangja, és azok a szokásos visszajelzések, hogy most már hogy állok a kuplungolással, mennyire vagyok lefulladás határon, ugye itt nincsenek, mert erről nincs szó, ezért még kell vele egy kicsit gyakorolni, meg kell vele összeszokni. Egy részletesebb teszttel nem sokára jelentkezünk, és akkor mindent megtudtok. Ha tetszett a dolog, és érdekelnek ezek az új technológiák, mint ahogy minket is, akkor iratkozzatok föl az Electrobiker csatornájára, a YouTube-jára, meg mit tudom mire, meg lájkoljátok, meg a Jeli Motorst is, ugye együtt dolgozunk, és együtt próbáljuk kinyomozni, hogy hova is fog vezetni ez az egész dolog. Szevasztok! Ez szar, ezt ne rakd bele!